A következő ciklusban is Szemenyi István lesz a Rudas középiskola igazgatója. A tapasztalt szakember úgy fogalmazott, ő már 1988-ban szoros szövetséget kötött az intézménnyel. Közel a nyugdíjhoz nem szeretett volna valami nagyon új dologba belevágni, volt itt már pedagógus és igazgatóhelyettes. Természetesen szerette volna igazgatóként folytatni. Alapvetően ezzel az iskolával egy nagyon szoros szövetséget kötöttem már lassan 40 éve, 1988-ban itt kezdtem, ez volt az első munkahelyem. Ott egy 10 éves kitérő a polgármesteri hivatalba, de előtte és azóta is ez az iskola az életemnek egyik nagyon fontos szintere. A 90-es években már voltam igazgatóhelyettes, már akkor belekóstoltam egy intézmény vezetésének a rejtelmeibe, szépségeibe és nehézségeibe. És 2011-ben, amikor visszajöttem, és megpályáztam a nyugdíjba vonuló Kondor igazgató úr székét, akkor ez gyakorlatilag ott dőlt el, hogy amennyiben sikerül és sikerült, és jól megy, és eredményesnek érzem a munkát, akkor nyilván addig csinálom, ameddig lehet. Most pedig már lassan ugye visszafele számolja az ember az éveket a nyugdíj felé, most már olyan nagy új dologba nem akartam belevágni, úgyhogy mondjuk így, hogy ez így együttesen motivált arra, hogy pályázzak, és ezúttal is köszönöm a fenntartónak a bizalmat, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy az utolsó éveimet igazgatóként, már munkában aktív utolsó éveimet igazgatóként tölthessem itt ebbe a szeretett iskolába. Adta magát a kérdés, hogy melyek ennek a munkának a legnehezebb részei, vagy éppen ennek a pozíciónak a legszebb pillanatai. Szemenyei István azt mondta, minden munkakör nehéz, ahol embereket kell irányítani. A Rudasban közel 600 diák tanul, nagyjából 60 szakember dolgozik. Azonban, mikor jól sikerülnek a vizsgák, megvalósulnak a tervezett projektek, azért az örömteli. Azok a munkakörök, ahol ugye emberekkel kell foglalkozni, és alapvetően embereket irányítani, és maga az egész egy ilyen folyamatos párbeszéd és kapcsolatok menedzselése. Hát ebben ez a nehézség, hogy ide jár közel 600 tanuló, mindegy-egy család, szülőkkel és testvérekkel és otthoni örömökkel, bánatokkal, és van körülbelül 60 munkavállaló, akiknek pedig ugye ez a megélhetés forrása, ez a munkájuk, a boldogulásuk, és nyilván ők is hozzák a maguk életét ide. És ezt kell úgy összerakni, hogy úgy összességében valahogy mindenki elégedett legyen az itt töltött idővel, hasznosnak, tartalmasnak, sikeresnek érezze magát. És ez a szépsége, amikor az ember azt érzi, hogy jól megy a dolog, jönnek a pozitív visszajelzések, sikerülnek a vizsgák, a kollégákat a magunk keretein belül meg tudjuk becsülni, el tudjuk ismerni, és nyilván a nehézségek azok meg jönnek minden irányból, hiszen tudjuk, hogy milyen környezet vesz bennünket körül, társadalmi, gazdasági, egyéb hatások, és ezek itt lecsapódnak. És ugye hát fiatalokkal foglalkozunk egy nagyon érzékeny korszakban. A kollégák egy része, ahogy én is, már azért távolodunk ettől a generációtól, de azért meg kell találni a hangot, meg segíteni őket. Tehát ez minden nap egy kihívás. Egy intézmény mindennapjait nagyon sok külső tényező is befolyásolja, amelyre nem igazán van ráhatása az igazgatónak. Szemenyei István szerint az igazgató mint szerep ma már talán kicsit kevesebb súllyal bír, mint régen, de pont a nehezítő körülmények értékelik fel a pozíciót. Hogyha nagyon, nagyon konkrétan is a paramétereket nézem, akkor mondjuk az utóbbi 15 évben, 20 évben mondjuk úgy, hogy csökkent az igazgatóknak a jelentősége, hiszen megszűnt az önálló gazdálkodás, centrumok és tankerületek végzik. A munkáltatói jogok gyakorlásának fontosabb elemei is elkerültek az iskolából, tehát mondhatnám azt, hogy csökkent az igazgatók jelentősége. De közben meg azt gondolom, hogy pont ezek az emberi tényezők, és ez a rengeteg társadalmi probléma, ami körülvesz bennünket, ez meg felértékeli annak a személynek a szerepét, aki azért rányomja a bélyegét egy iskola hétköznapjaira, mindennapjaira.
nem kell túlértékelni sem a saját szerepemet se nyilván, tehát nem akarom ezt így ebbe az irányba elvinni. Nyilván mindenki pótolható, igazgatók jönnek, mennek, az intézmények működnek, de egy igazgató sokat tud tenni pozitív értelembe is, vagy akár negatív értelembe is ahhoz, hogy egy iskolában hogy érzik magukat az emberek. Kulcsfigurának tartom és fontos szereplőnek. A szakember arról is beszélt, hogy sok munka vár még rájuk a következő években is. Időszerűvé váltak felújítások, fejlesztések. Az iskola jelenleg országos szinten a 33. a technikumok sorában. Jó lenne ezt a kiérdemelt státuszt is fenntartani. Voltak olyan pillanatok az életemben és akár itt az iskolában is, amikor úgy éreztem, hogy na most akkor tényleg ez az áldott állapot van, amit ő megfogalmazott a kérdésbe, és mindig kiderült, hogy nincs ilyen, tehát akkor amikor a legnyugodtabban hátradőlünk, akkor jön valami új kihívás. Úgyhogy én már ezt így fogom föl, hogy nyilván állandóan törni kell a fejünket új dolgokon, és jönnek is a kihívások. Tehát én ebben a következő ciklusban szakmai, gazdasági, működési, humán erőforrás téren konkrét tervekkel rendelkezem, hiszen ezt le is kellett írni a pályázatomba. Tény, és azt gondolom, hogy a Rudas iskola elismerten jó helyen van, alapvetően kiszámíthatóan, stabilan működik. Ezt visszajelzik eredmények, a technikumok rangsorában a 33. helyünk országosan, a vizsga versenyeredmények, viszonylag stabil lehetőségekhez képest az oktatói gárdánk, és még mindig meg tudtuk oldani a változásokat. Tehát ez egy nagyon jó alap, és ne felejtsük, hogy ez lesz az 50. tanéve az iskolának, tehát ez még egy ilyen külön hangsúlyt is ad, hogy egy számvetés és egy előretekintés. De a szakképzésben mindig jönnek új szempontok. A technikumi képzésünk most éri el a 13. évfolyamot. Most lesz az a tanév, amikor először vizsgáztatjuk a nappalis technikusainkat, tehát egy óriási fontos mérföldkő lesz. Fejlesztenünk kell a felnőtt képzést mindenféle formában, vállalati, duális, programkövetelmények szerinti képzés. Látszik, hogy a tantestületnél gondoskodni kell az utánpótlásról, és most már nem elég bizonyos területeken csak meghirdetni egy üres álláshelyet, hanem menedzselni kell azt, aki majd ide fog jönni. És ha az épületre nézek, akkor látom az 50 év nyomait, amiből mondom, jelentős részt itt voltam. Tehát például az udvarunk, egy sportudvarrá fejlesztése, az épület bizonyos részének felújítása, akár a kollégiumban egy tanszálló, ifjúsági szálló kialakítása, legalábbis egy részébe az épületnek, megint egy nagyon komoly szakmai feladat. Tehát van bőven mit csinálni. Azt gondolom, hogy látjuk is, hogy merre akarunk haladni, és szerintem ez már csak rajtunk múlik, így a kollektíván, hogy ezt meg is csináljuk. Bár Szemenyei Istvánnak ez lesz az utolsó 5 éves ciklusa igazgatóként, a nyugdíjkorhatár elérése után sem szeretne elszakadni az intézménytől. Egyébként hallva, amit mond az iskoláról és ahogy beszél róla, ezen nem is csodálkozunk.